Áldás békességet! Szeretettel köszöntöm a kedves nézőket! Isten igéjét olvasom Márk evangéliumából, a 4. rész 38. versétől a 41. versig. Ő pedig a hajó hátsó részében volt, és a bánkoson aludt. Ekkor felébresztették, és így szóltak hozzá. Mester, nem törődsz azzal, hogy elveszünk? Ő pedig felkelt, ráparancsolt a szélre, és azt mondta a tengernek, hallgass el, némulj meg, és elállt a vihar, és nagy csendesség lett. Akkor ezt mondta nekik, miért féltek ennyire, miért nincs hitetek? Nagy félelem fogta el őket, és így szóltak egymáshoz, ki ez, hogy a szél is, a tenger is engedelmeskedik neki. Hogy tudott Jézus aludni egy nagy viharban, mint amibe belekerültek a tanítványok? Egyrészt azért, mert nagyon elfáradhatott. Minden hajnalban korán kelt, hogy az atyával kezdje a napot, és azzal kezdődik a történet, hogy este van, amikor kéri Jézus, hogy menjenek át a túlsó partra. Alig várja, hogy az egész napos szolgálat után végre pihenhessen. Lehet az emberen olyan fáradtság, hogy ágyú dörgésre sem ébred fel. Így lehetett Jézus is. Másrészt pedig a vihar nem jelentett neki akkora problémát, hiszen a vihar is az ő kezében volt. Ő pedig felkelt, ráparancsolt a szélre is, azt mondta a tengernek, hallgass el, némulj meg, és elállt a vihar, és nagy csendesség lett. Akkor ezt mondta nekik, miért féltek ennyire, miért nincs hitetek? Már maga a mozdulat megnyugtató lehetett, hogy Jézus felkelt. Tudta, hogy mikor jött el a cselekvés ideje. Az általunk feltett miértek sokaságára cselekvéssel és kérdéssel válaszol. Az ő szavában hatalom van, erő, még a természet felett is. Miért féltek ennyire, kérdezi Jézus tőlünk is. Miért is? Meg tudjuk fogalmazni? Van konkrét oka, tárgya a félelmeinknek? Vagy pedig meg sem tudjuk magyarázni, mert általános félelem, szorongás telepedett ránk. Mindegyik előfordulhat. Ezért is kérdez Jézus, hogy először a magunk számára fogalmazzuk meg, miért is félünk. A félelem kezelésének a következő lépése pedig, hogy szembeállítsuk Jézussal és az ő hatalmával. Félek, Uram, de a kezedbe teszem a félelmeimet, és bízom benned, akinek hatalma van, még a természet erői felett is. Amen.